Sziasztok, ez itt újra a formában rovat, ezen a hosszú három napos Forma 1-es osztrák nagy díjon. Ezúttal a sprint időmérő, illetve a sprint futam került ma felítékre. A sprint időmérő eléggé izgalmas volt, viszont láthatóan a Red Bullnak mindegy volt, hogy felszállazó körülmények, száraz, akármilyen körülmények, ugyanúgy az élel ment, ezúttal Perez is ugye még a másik lett. De egy egész izgalmas időmérő volt, csak nem elő. És sajnos igazából folytatódott a versenynél az a szisztéma, mert elől igazán nem nagyon voltak izgalmak, a legelején volt a rajtnál, ugye, amis Perez ugye lerajtolta Verstappen, de itt Verstappen eléggé lelevényes módon akkorát fékezett, hogy ezáltal a lehetőséget nem adta meg Pereznek, hogy visszavegye azt, amit a rajtnál megszerzett, és akkor még meg tudta újra tartani, vagy vissza tudta előzni, és meg tudta tartani első helyét Verstappen. Utána Perez már állítás szerint már nem nyomta, és azért kapott 21 szekundumot. Nem tudom, hogy ez igaz volt-e, de eléggé durván utána gyorsabb volt már Verstappen. De akivel legjobban kicseszett, az Norris. Vele nagyon kicseszett, ugyanis ő, ha még van ott egy kis hely, első helyre lehetett volna, mind a kettőket tudta volna akár előzni. És így végül a Norris csak a 9. lett. Mert ugyanis a végén nagyon sokan felrakták a lágy gumikat, meg a közepeseket, tehát a szárazakat, amikor már nagyon száradt a pálya. És így sikerült például Russellnek előznie őt, és konkrétan 9000-del maradt le Okonról. Együtt futottak be szó szerint a szélegyenesre, és az a 9000-et döntött. Ugyanígy volt Hamilton, Piastri, stb., akik előre-előre törtek. És hát végül ugye jutottak, ameddig jutottak. A 8. kapcsak pontot, illetve az előttiek, tehát ez első 8, úgyhogy Russell, Ocon, Hülkenberg, aki szintén ezzel a cserebere taktikával vissza tudott menni a 6. helyre, mert már lejjebb csúszott egyébként előtt, úgyhogy nagyon jó időben cseréltek kereket. 5. lett Alonso és 4. Stroll, akik szerintem örülhettek annak, hogy a nagyobb nevek, nagyobb márkák csak hátéből indultak. És itt az elején volt még kakaszkodás, amiatt például Norris is hátra került, mert nem volt olyan jó egész hétvégén a teljesítményük, úgyhogy örülhetnek. Az kicsit vicces volt, hogy Alonso fél tizedre, meg egy tizedre volt már csak Strolltól egy csomószor, és látszott, hogy szinte belefékez, hogy nehogy neki menje, vagy ne előzze, mert a csapatfőnök nem engedheti meg, hogy jaj, a fiát leelőzze Alonso. Legalábbis nekem attól ez az érzésem volt. Úgyhogy egy végig sokkal gyorsabb volt, ugye a harmadik lett Sainz, második Perez, és ugye első Verstappen, Sainz, az olyan, mintha ott se lett volna. Közelébe tudott viszonylag maradni Pereznek, de egyszer nem volt szinte lehetőség arra, hogy leelőzően sem mutatta őt a kamera Pereznek, pedig csak az elején volt, úgyhogy az elején nagyon unalmas volt a verseny. De utána végig hatalmas ide-oda előzgetések voltak, emlékezünk csak Leclerc és Norris csatáira. Például a Hokáiról, hogy Albonta, hogy többször próbálták megelőzni, vagy Magnussent. Itt ilyen csúszós, félig vizes körülmények között kellett itt ezt sokáig megtenniük, igaz, hogy intermediettel. De így is nagyon sokat csúszkáltak, és nagyon izgalmas volt, hogy ki mit fog tudni megtenni. Itt, ha jól tudom, a leggyorsabb körén nem jár plusz, mondta szépen Hülkenberg tette meg. Hátul Bottas igazából csak akadályozta a mezőnyt jó sokáig, amíg ő is azt hiszem ki nem állt talán, már késve is feleslegesen szinte. Joe lett előtt a 19. talán nem jött ki a lépés az Alfának. Logan sajnos szintén eléggé hátul volt csak a Williams-szel, ellentétben Albonnal, aki ott azért csatászkodott. Nick de Vries és Tsunoda lett a 17. valósabban, Nick de Vries lett a 17. Tsunoda a 16. az Alfa Tauri továbbra se remekelt. Az Alpine a Gasly 15. lett, de azt hiszem, ha jól emlékszem, azért, mert valami történt vele, vagy rossz időben álltak ki, vagy már nem is tudom pontosan. De valami volt vele, amiért ide hátra esett. Kevin Magnussen lett a 14. Sajnos a másik házszal közelében nem volt egész hétvégén Hülkenbergnek, mint mindig. Albon végül a 13. lett, mert azt hiszem őre meg nagyon korán rakták föl, ha jól emlékszem, a sárga medium gumikat. És a végére már majdnem elfogytak. Leclerc lett a 12. végül nem kapott pontot. Piastri a 11. a McLaren a végén kezdett el feltátosodni. Hamilton a 10. Norris felé a másik McLaren a 9. Ő volt a nap megszívója, amiről egyáltalán nem tehetett. Nagyon sajnáltam, mert dobogó az szerintem minimum lett volna neki, de szerintem ott a halászással ott nagyon tudott volna a második helyre is akár beérni, ha lett volna hely. De nem volt, és a két Red Bull szendvicsbe rakta.
A láthatóságra panaszkodott Perez egyébként, ezt néha még nézőként is lehetett érezékelni, hogy egy kicsit nehezen lett a viszfüggönytől látni. Csodálkozom viszont, hogy nem mondták azt a riporterek vagy a közvetítősök, hogy hát Verstappen így nagyon sokáig a leggyorsabb köröket ment, de előtte nem nagyon volt per, mert ő mehetett a legszabadabban, meg nem is kellett harcolni, figyelni a másikra. Ez legtöbbször általában ezt okozza, persze gyors is volt, de ez egy plusz javító körülmény. Holnap igazán érdekes lesz látni, hogy ki milyen stratégiával indul, és hogy tényleg száraz lesz a verseny, vagy esetleg ilyen kevert, ilyen taktikázós kis változatos időjárással, hát ezt majd meglátjuk. Én ezt szeretném, mert most, hogyha ez tovább tart ez a verseny, itt nagyon nagy átrendeződések lettek volna, és az én haladóknak is meg kellett volna harcolni és dolgoznia a helyéért, mert igazán ők annyira nem dolgoztak néhány kör után, míg a többiek meg akkor indultak csak be igazán, és egyfajtában voltak ide-oda harcok, viszonylag látványos előzések, merész, külső, vagy akár belső, ilyen csúszos pályán merész előzések, úgyhogy ez azt kell mondanom, hogy igen, ilyen szempontból ez egy jó kis futam volt, de túl röpke volt, azt kell szintén mondanom, mert nekem ez egy kicsit a rövid volt, még néztem volna tovább, mert most jött volna igazán jól a korán cserélőknek a stratégiája. Ebben megint szerencsés volt Verstappen, ahogy abban is, hogy nem kapott büntetőt egy olyan dolog, amit máshol lehet, hogy megbüntettek még korábban sokszor, egy feltartásért tegnap. Így végül hát ugye holnap itt is az első erről rajtól. Én bizakodok abban, hogy elő is végre lesz egy kicsit izgalmasabb csata, mert szárazon jobb a Ferrari, láthatóan esőben nem annyira jó, vagy ilyen esősebb, vizesebb körülmények között. Ha holnap jó idő lesz, akkor a Ferrari reménykedhet még, főleg így, hogy ott vannak mind a ketten, és akár eltérő taktikával támogatják Verstappent. Ha esős lesz, akkor gyakorlatilag szerintem inkább hátrafele fognak nézelődni. Norrisba bízok még, hogy tud majd valamit csinálni ilyen vagy olyan időben, és látszik, hogy ők most is egész jók voltak szerintem, és ugye száraz körülmények között is, az annál sok fejlesztés az jó jött neki. Hülkenberg, kíváncsi leszek azért, hogy a mai, meg a tanulmányok után mit fog majd tudni nyújtani. Alonsoékra sem szabadban, hogy hátra estek-e ténylegesen, vagy a versenytempóban találhatnak-e majd valamit. És hát Mercedes az sajnos, nem tudom, Mercedes az mit fog majd tudni mutatni. Én egyről nem érzem őket olyan jónak. A gumihasználatuk az jó lehet továbbra is, de ennél többet úgy nem igazán tudok valahogy kinézni a köreikből. Ez majd kiderül holnap akkor a verseny. Utána lehet, hogy akkor Alexszal is fogunk majd erről beszélni, Péter most nem lesz, mert dolgozik, ha jól tudom. Úgyhogy búcsúzom tőletek, köszönöm a mai figyelmet, sziasztok!